A gazdaságvédelmi akciótervhez kapcsolódó újratervezés programban megnyílt a jelentkezési lehetőség az ingyenes, 8 hetes informatikai online oktatásra. A május 25-én induló felnőtt képzésre május 22-e 12 óráig bárki jelentkezhet, aki betöltötte 18. életévét, rendelkezik saját számítógéppel és interneteléréssel. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár úgy fogalmazott: az ingyenes képzés a továbblépés szempontjából fontos lehet azok számára, akik elvesztették munkájukat, de bárki hasznosítani tudja majd a megszerzett ismeretanyagot. Minden szakmára alkalmazható az a tudás, amit ebben az informatikai képzés csomagban meg lehet szerezni. Például egy fodrász, vagy egy műkörmös, vagy egy burkoló az képes lesz a saját honlapját, a saját érték ajánlatát az interneten megjeleníteni, a saját honlapját elkészíteni, képes lehet a fodrász a saját időpontfoglaló rendszerét megcsinálni, lefolytatni egy médiakampányt a közösségi médiában. Megismerkedhetnek az ügyvédi irodák például az együtt munkának, a közös munkának az alapjaival, egy profi változáskövető rendszernek az alkalmazását tudják elsajátítani. Tanulnak programozási alapismereteket is azok, akik elvégzik ezt a kurzust, például megismerik azt, hogy egy számítógépes program hogyan épül fel, hogyan tervezik azt meg, hogyan fejlesztenek egy ilyen programot, hogyan tesztelnek egy ilyen programot. Azért nagyon fontos ez, mert most már az élet és a foglalkozások minden területét átszövik azok az ismeretek, az a tudásanyag, ami az informatikát jellemzi. György László kifejtette, a koronavírus váratlan helyzet elé állította a gazdaságot, ugyanakkor egyben új lehetőséget teremt sokak számára. A turizmus és vendéglátás megtorpanása, a távoktatásra történő átállás, az interneten rendelt házhoz szállítás megerősítette és felgyorsította az elmúlt években már érzékelhető folyamatot, az informatika és számítástechnika felértékelődését. Azt látjuk, hogy ha valaki megtanul egy kicsikét informatikus fejjel gondolkodni, az azt jelenti, hogy megérti a 21. századi gazdaságnak a logikáját is. Ha megérti a 21. századi gazdaságnak a logikáját, akkor hatékonyabban, termelékenyebben tud majd dolgozni. Ami azt jelenti, a termelékenység és a hatékonyság növekedése az egy főre első, vagy egy munkaidőre, egy egységi munkaidőre első hozzáadott értéknövekményt jelenti. Nagyon leegyszerűsítve, egy egységi idő alatt, egy óra alatt több munkát fog tudni elvégezni, azért pedig több pénzt kaphat. Ezáltal, hogy versenyképesebbé vált a munkahelye nemzetközi viszonylatban is, tartósan, hosszú távon fenntarthatók lehetnek a magyar munkahelyek. Jelentkezni az újratervezés.nive.hu, valamint a vállalkozók információs oldalán lehetséges. Létszámkeret nincs, a program népszerűségét pedig jól jelzi, hogy a meghirdetést követő első napon már több mint 15 000-en regisztráltak.